Hello. Hello, srácok, sziasztok. Hello. Na, hát folytassuk a prog egyet. Pörögjön a jelenlétív, nagyon fontos. Jó, tehát ez pörögjön, mert annak pörögnie kell. Most nem volt időm, mert kaptam egy csomó védési videót, azokat nézegettem, hogy legyen a e-learningen is egy ilyen jelenlétív, de fogok csinálni. Szerintem a stream után, jó? Tehát óra után fogok csinálni egy jelenlétívet, és akkor abba majd be tudjátok írni magatokat. És akkor, hát most szerintem nem lesz jelszó, de ha lesz is jelszó, azt majd akkor kiírom a UD-progba, jó? És akkor ott majd látni fogjátok. Jó? Pálinkásat, Miska. Oké, és szóval, ugye, nem leesett a kamera, letettem. Jó, tehát fontos, hogy vigyázzok rá, hogy ne essen le. Letettem, mert most így lesz a setup. Hát most így lesz. Jó. Oké, és ugye, 9. fejezetet kezdenénk el. Illetve annak, hát az egyik feladatát mindenképp megcsináljuk most. A másikat, ugye ezt a gimpes valamit, ezt hát vagy megcsináljuk, vagy nem. Én nekem annyira nem izgalmas. Szerintem Norbi biztos fog róla videót csinálni, mert ugye előadás feladat, tehát valami tuti lesz. De lehet, hogy ránézünk majd, ha lesz időnk. Jó? Úgyhogy de az elsőt mindenképp megcsináljuk, hogy ezt a lispes példát meg tudjuk kicsit, tehát rápillantunk, hogy hogyan is néz ez ki. Viszont pár ilyen administratív dolog mielőtt belekezdenénk. Egyrészt én is elkezdtem a könyvet írni. Bármi meglepő. GitLabon megtaláljátok a repomba, de fölvillantom, hogy látszódjon is. Jó, tehát én is írom a könyvet. Igazából én szöveget nem írok mellé, mert hát lusta vagyok, hogy őszinte legyek. De itt van minden. Jó, tehát itt látjuk, hogy hol van. Itt van az én repom, és akkor itt szépen minden videót összegyűjtök, illetve a forráskódokat is már föltettem, amiket eddig beszéltünk. Jó, úgyhogy itt ezt megtaláljátok, és le tudjátok tölteni, meg tudjátok nézni, illetve nyilván a videók is be vannak linkelve, meg kicsit leegyszerűsítettem a repót, hogy ne legyen benne annyi zaj, de például itt van, ezek már azok a videók, amiket mi itt csináltunk Twitch-en, tehát amit így közösen átbeszéltünk, átnézegettünk. Például itt van a Schwarzeneggernél is, ugye a forráskódokat már föltettem, de mondom, itt a könyvfejezetben is benne vannak a videó linkek, amiket beszéltünk, hogy ez alapján tudjátok reprodukálni ezeket a dolgokat. Illetve ugye az extrákat is, ma is lesz egy kis extráról szó, ezeket is itt eléritek, le tudjátok tölteni. Jó? Tehát ezeket így elérhetőek. Jó. Na most, ez az egyik ilyen administratív dolog, amit akartam. A másik, hogy kapok védési videókat, tök szuper, amit eddig leokéztem, azok le vannak okézva. Jó, tehát én ide, nekem van ez a táblázat, amiben fél év elején írtuk a hiányzásokat, csak így megmutatom, jó, tehát ez a csodálatos táblázat. Ebbe én már egy csomót beírtam. Jó, tehát ráadásul volt olyan is, aki az első védést még azelőtt csinálta meg, hogy ezt a vészhelyzetet kihirdették, szóval nyilván azok nem semmisek, azok már ott megvannak, rendben vannak, tehát azokat visszacsinálni már nem lehet. Tehát aki eddig küldött videót, meg visszajeztem neki, azoknak okés. Az, hogy a jó jövőben hogy lesz, hát majd megbeszéljük, mert most még várjuk, ugye mi is a Facebookon már látjátok, hogy megy a diskurzus arról, hogy hogyan is lesz ez a jövőben. Mi is még Norbival várjuk a pontos tévéhez, hogy mit is ír elő, meg hogy hogyan is kéne ezt. Megbeszéljük majd akkor, hogyha odaértünk, jó? Most
Még konkrétat nem nagyon akarnék mondani, mert nem nagyon tudok. Jó? Úgyhogy akinek eddig visszajeleztem, vagy most ugye volt itt Discordon is egy védés, annak okés. Jó. Igen, akinek meglett a malmű, az a második védés kiváltja, tehát ha jól tudom ott, de erősítsetek meg, hogy ott az volt ugye, hogy 29 mákvirágot, vagy pipacsot, vagy mit kellett összegyűjteni, vagy 29-nél többet. Jó, ugye ez volt ugye a harmadik versenyre a kvalifikációs szint, ha jól emlékszem, és 29-et kellett összegyűjteni. De erősítsetek meg, hogyha ha így volt, vagy cáfoljatok, ha nem így volt. Jó. Hát, hogy várjatok-e a védések elkészítésével? Hát, hogyha most tudjátok ütemezni, akkor most csináljátok a védést, ahogy gondoljátok. Nem merem itt élőbe mondani. De a tartalomra figyeljünk. Jó, tehát a szakmai tartalomra. Jó. Okés. Emellett van egy ütemezésem, amit most már nagyjából kezdem látni, hogy hogy van a fél év. Már így a vége fele. Bár mondjuk hozzátartozik a dologhoz az is, hogy most ez a TVS szabályozás lehet, hogy egy kicsit fölborítja ez, de nyilván a szakmai tartalom rovására soha nem mehet. Tehát a szakmai tartalom az már megvan, hogy pontosan milyen ütemezés szerint fogunk menni. Már is válaszolok a kérdésre. Ugye ma van óra, ma megnézzünk két dolgot, jövő hét, vagy pontosabban csütörtökön lesz a következő óra, tehát rendesen a csütörtökön 10-től, viszont jövő hét hétfőn nem lesz óra. Jó, pontosabban nem hétfőn lesz óra, mert hétfőn van e-sport óra is, és ott készülnöm kell, mert egy vendégelőadónk lesz, és nem akarom előtte az energiáimat fölőrölni. Viszont jövő héten kedden, 1 órától, fölövöm a streamet, és végignézem a könyveket. Jó? Tehát 1 órakor elkezdjük, és szépen mindenkinek a könyvén itt élőbe végigmegyek, és megnézegetjük, hogy ki hogyan áll. És mindenkinek fogok javaslatokat tenni. Nagyon fontos, hogy ezt ne úgy nézzétek, hogy most én miért kötözködök, meg miért rugózok itt a dolgokon, hanem tényleg átnézzük a könyveket, és teszek javaslatokat. Jó? Első körben úgy tervezem, hogy csoportonként megyünk, tehát laboronként, hogy mit tudom én, hétfő reggel 8-as labor, keddi labor, szerdai labor, csütörtök és így szépen sorba, mert ugye akkor ti is jobban tudjátok ütemezni, nem kell itt ülnötök, mit tudom én, órákat, mire sorra kerültök, de azért nyilván figyeljétek a streamet, mert ti is sokat tanulhattok belőle, hogy a sajátotokon mit kéne még javítani, mit kéne módosítani, jó? Úgyhogy mondom, jövő héten kedden 1 órakor, hát 1 óra körül, attól függően, hogy mikor jön az ebéd, elindítom a streamet, és itt végignézzük a könyveket. Jó? És akkor átbeszéljük. Okés. Utána meg valószínű beállunk a szokásos hétfő-csütörtök menetrendre, de erről majd még beszélünk. Jó? Úgyhogy mondom, ez lenne így első körbe. Ó, szifon. Nem kellett volna, nagyon szépen köszönöm. Az első csírelőm vagy. Köszi. De tényleg nincs rá semmi szükség. Jó, okés. Na, menjünk is tovább, és akkor tényleg kezdjünk most már neki. Hogyha esetleg administratív kérdésetek van, látom, itt Ricsi már bedobott egyet. Milyen hosszúnak kell lenni egy védésnek? Tudjátok, hogy én személy szerint, meg hát szerintem Norbi nevében is mondhatom, hogy nem szívesen adunk ilyen limiteket, mert az oldalszám az sose tükrözi a tartalmat úgy direktbe. Tehát én ilyen percet nem akarok mondani. Most néztem egy védést, ami 46 perc volt, de előtte néztem egy védést, ami 11-2 perc volt. Igazából mindkettőben benne volt az, aminek benne kell lennie. Szóval a tartalomra figyeljünk, mondjuk el azt, amit el kell mondanunk.
Jó, és akkor az új rendben van. Dr. Mark Boy, köszönöm szépen a feliratkozást. Ötös e-sport nem. Nem. Ezt ilyet nem szabad. Ezt nem szabad. Jó, de nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Jó, oké, és nem, pontot se adok érte. Jó, oké, és na, tényleg menjünk tovább. Itt kérdezitek, hogy lesz-e tárolva a stream, minden stream lesz tárolva. Jó, tehát azért is mondom, hogy ha van előadásotok, vagy van órátok, nyilván ütközés az van, nem tudom mindenkinek a könyvét akkor átnézni, amikor óránk van, mert nekem is vannak ütközéseim. Szóval mondom, annyi a lényeg, hogy visszanézhető. Mindenképp visszanézhető lesz. Okés. Hát, hogy minden egyes parancsot kell-e részletesen elemezni. Hát ilyen is van, meg olyan is van. A lényegeseket. Jó, hát nyilván most a printf-en nem nagyon kell sokat bíbelődni, mert hát mit bíbelődni a printf-en. A lényegeseket. Ja, értem, Dr. Mark Boy, hogy most van 700 pontod, mert akkor persze nyilván. A 700 plusz pont már 5-ös. De ezt majd e-sportórán beszéljük már át. Szevasz, Caprioli. Nikolerta, szerintem ezeket Facebookon látod, de meg is beszéltük. Egyébként a fejezetek leadási határideje az az, mielőtt átnézem. Szóval, tehát kedden 1 órakor fogom megnézni. Tehát itt élőbe fogom, leklónozom a repótokat, lemékelem a PDF-et, és szépen fejezetről fejezetre végig megyünk. De nyilván a Facebookon megtalálod a határidőket. Egyébként, ha jól emlékszem, április 10 volt a Schwarzeneggerig. Nem, az biztos, hogy nem. Mert Schwarzeneggert múlt héten néztük. Hanem a Schwarzenegger előtti, a Weltschig volt április 10. Így van, köszönöm, AK. A Weltschig volt 10, tehát a Welch fejezetig volt április 10, onnantól pedig szépen 2 hetente, ahogy haladunk. Srácok, hát lehet, hogy nem mondom jól a neved. TFUS. Köszönöm szépen neked is. Tényleg köszönöm. Hát, tífusz. Jó. Okés. Jó. Vagy dufesz. Jó. Köszönöm szépen. Caprioli. Sortöréssel akarsz kiratni konzolra? Google. Jó, oké, és már csak azért, mert Caprioli nem mostani prog egy hallgatónk. Jó. Na, menjünk tovább. Most hát tényleg kezdjük el, mert elment negyed óra, és tényleg... Szifon, köszönöm szépen megint. Jó, de tényleg most már foglalkozzunk a tananyaggal is. Nézzük meg a könyvet, pillantsunk rá. De fogadjunk, hogy nincs letöltve, de itt van. Jó? Na most, amint meg fogunk nézni, az a 9. fejezet, nektek 9. fejezet, csak én kicsit átírtam a könyvet, hogy leegyszerűsítettem itt-ott. Jó, tehát 9. fejezet a tietek, ez a Shaitin, vagy Shaitin, elnézést kérek, hogy ez, tehát a 9. fejezetet kell megnéznünk. Itt van egy ilyen, hogy iteratív és rekurzív faktoriális listben, tehát a faktoriális számítás algoritmusát kell megnéznünk listben. Már is csináljuk, illetve ha jól emlékszem, akkor itt volt ilyen gate, két darab gimp, hát nem is tudom mi az, ilyen kiegészítő, amit meg kéne írni. Azt nem ma fogjuk megnézni, ha meg is nézzük.
Nekem a gimp az kínai, már olyan értelemben, hogy gimpel soha nem foglalkoztam igazából, én nem használtam a gimpet. És úgy, de meg fogom nézni, ígérem, hogyha volna kérdés, akkor válaszolok rá. De nem biztos, hogy így streambe meg fogjuk tudni nézni. Jó? Nincs rá. Köszönöm szépen neked is, szevasz haver. Köszi, köszi. Oké, és jó. Szóval ezt fogjuk most megnézni. Erről írunk egy nagyon pici kis Lispes programot. Föl fogom ezt is tenni, szerintem óra után már kommitolom is föl. És megtaláljátok, fönt lesz, de nyilván így a stream alapján is tudjátok majd reprodukálni. Jó? Így van, Alfa Ananász, pontosan igazad van. Jó, na, úgyhogy akkor kezdjük is el. Ugye van nekünk egy terminálunk, van nekünk egy parancsorunk, és nézzük meg a problémát, hogy mi is ez a faktoriális. Hát nyilván külön bemutatni azért nem kell a dolgot, tehát nyilván azért ezt mindenki ismeri, de azért pillantsunk rá, hogy mi is, hát hol nézzük meg, ha nem a Wikipédián. És ugye nagyon egyszerű, hát valami ilyesmi a dolog, de hát ezt nyilván elemi matematika, tehát nagyon 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 alap matek. Középiskolában, hát általános iskolában, ha nem is, de középiskolában nyilván tanultuk az első n-elemnek a szorzata tulajdonképpen. Jó, ugye nyilván van egy olyan kitételünk, hogy a nulla faktoriális az definíció szerint egy, tehát ott azt nem kell agyalni. A többit meg szépen itt látjuk, ugye itt ez alapján a képlet alapján tudjuk csinálni, ugye ez ilyen, hát mondhatnánk erre azt, hogy ez az iteratív képlet, de majd mindjárt azért pontosítjuk ezt, és akkor itt van egy kis példa. Jó, de hát különben ezt nem nagyon kell szerintem ecsetelnünk, mert elég egyértelmű. Jó, és akkor itt tekergetünk lefele, itt látunk ilyen képleteket is. Ugye nyilván nem tudom, hogy nektek van-e még ez a tárgyatok, régen volt ez a numerikus matematika, vagy mi is a neve? Numat? Na mindegy, a lényeg, hogy volt régen, és akkor ilyen borzasztó matek képleteket kellett implementálni, tehát programba megírni. D-para. Köszönöm szépen, ne szakítsatok félbe. Köszi, köszi haver. Jó, tehát tehát ilyen képleteket kellett, és ennél sokkal bonyolultabbakat, meg aztán kellett ilyen mátrixinvertálás, meg mindenféle szörnyűséget így megírni. És akkor ott nyilván ott ezeket elég jól megtanulgatták a hallgatók, hogy ilyen matekos képleteket hogyan kell megírni tulajdonképpen programnyelven. Nyilván ez azért nem egy bonyolult dolog, tehát ez egy viszonylag egyszerű dolog, és akkor ugye itt ez a p-product notation-nál ugye ez az, hogy az i-t szorozgatjuk i-től n-ig. Jó, tehát ezt szépen szorozzuk folyamatosan, valami ilyesmire kell itt gondolni, de mondom, ez már majdnem túlmutat azon, amit itt nekünk beszélni kell, és akkor tulajdonképpen nekünk ezt kell majd a programunkba implementálni. Jó, hát egy egyszerű faktoriális számítás, tényleg nem nagyon kell ezen mit vekengeni. Jó. Na, a listnek majd nézzetek utána, hogy pontosan hogyan is működik, meg hogyan is néz ki. Ugye legyen annyi elég, hogy ennél a programnál ezt az úgynevezett ilyen, hát egy kicsit máshogy működik, jó? Alapvetően egy script programozási nyelv, tehát olyas, mint a, hát mondjuk a Pythonra lehetne így gondolni hirtelen. De ami még kicsit megfejli a dolgot, az, hogy ugye az operandusok meg az operátorok sorrendje nem úgy van, mint ahogy C-ben vagy Pythonban megszoktátok, hanem ezzel az úgynevezett fordított lengyel jelöléssel. Hát, vagy prefix notation, ez talán a másik neve. A lényeg az, hogy az operátor van legelől, és akkor utána vannak az operandusok. Hát, mindjárt meg is nézzük, hogy ez pontosan hogyan is néz ki. Úgyhogy kezdjük is el. Na most, először
úgy fogjunk ezt megírni, hogy rekurzívan, mert szerintem úgy egy kicsit logikusabb, vagy úgy talán nekem egy kicsit jobban kézre esik. Bár igazából az, hogy Lisp-be kell kódolni, az már nem esik kézre, mert én mérnök vagyok, ez meg nagyon nem az, amihez én szoktam, de nem baj, megírjuk. Jó? Úgyhogy akkor nézzük is. D-para, Dr. Mark Boy. Örültek vagytok. Köszönöm szépen. Köszönöm. Jó. Na, de tényleg foglalkozzunk ezzel. Először írjuk meg akkor rekurzívan. Na most, hogyan is kell ezt kezdeni? Ugye nyilván, ahogy C-ben, C++-ban is megszoktátok, nyilván először írjuk meg magát a függvényt, aminek működnie kéne ugye a rekurzió kapcsán. Ugye ez egy függvény lesz, ami majd önmagát hívja, és tulajdonképpen az alapján megy majd a számítás. Na most egy ilyen adminisztratív dolgot ide tennék, mint ahogy általában az ilyen skriptes programoknál is szokott lenni. Hát Pythonnál mondjuk nem feltétlenül muszáj, mert direkt be is át lehet adni az interpreternek. Ez most csak egy ilyen adminisztratív dolg, mert majd pont perrel futtatjuk. És akkor hát idején létrehozok egy új mappát, hogy a óra mappába csináljuk, és akkor ez lesz a fact.lisp, és akkor ide írjuk meg ezt a kis programot. Na, és akkor hogyan is nézzen ki a függvényünk? Ugye hát hasonlóan, mint a Pythonhoz, itt is így kell egy cool szó, hogy itt mi egy függvényt fogunk írni. Oké, és nem írtam el. Jó, tehát függvényt fogunk írni, adunk neki nevet. Ez lesz a faktoriális rekurzív. Oké, és nyilván erre fogjuk majd hívni, mert ugye kell nekünk egy paraméter, tehát n lesz a paraméter. És akkor ugye nyilván hogyan is kéne ezt indítani? Hát alapvetően jó lenne, hogyha megnéznénk azt, hogy az n0-e. Mert hogyha az n0, akkor ugye ott nem akarjuk, hogy bonyolódjon a helyzetünk, hanem egész egyszerűen csak annyit csinálunk, hogy visszaadjuk, hogy 1. Ugye, mert a 0 faktoriális az definíció szerint 1. Tehát azt nézzük most meg, hogy az n az egyenlő-e 0-val. És ezt így kell megtennünk Lisp-ben. Jó? Tehát amit mondtam is, hogy ugye itt az operátor meg az operandus az nem úgy van, ahogy megszoktátok, tehát nem az van, hogy n egyenlő nulla, vagy n plusz 1, vagy 3 plusz 4, vagy mit tudom, hanem egy kicsit, hát fordítva van, ez a mondom, prefix kifejezés, kiértékelés, szerintem ez ennek a neve, de ti vagytok a PT-s hallgatók, majd utána néztek. Jó, és hogyha ilyenünk van, akkor egész egyszerűen annyit kell csinálnunk, hogy adjunk vissza egyet. És ilyenkor csak igazából ennyit kell nekünk írni, és akkor így szépen vissza fog adni ez a függvény egyet tulajdonképpen. Jó. Viszont hogyha nem egy, akkor nyilván ki kell számolnunk, és akkor ugye a rekurzív faktoriális, tehát hívni kell ezt a függvényt. Hogy néz ki a képlet? Villancsuk föl még egyszer. Ugye úgy néz ki, hogy az n faktoriális az legyen n-szer n-1 faktoriális. Ugye a faktoriális ugye az itt, ami magasabban köt, tehát először kiszámoljuk az n-1 faktoriálist, majd beszorozzuk n-nel. Hát itt most nekünk pontosan ezt kell csinálni. Tehát igazából ugye itt n-nel szorozzuk, de mit szorzunk? Hát ugye a faktoriális rekurzív függvénynek az eredményét, hogyha arra hívjuk, hogy n-1. Ugye? Jól mondom? Hát még az is lehet, hogy jól mondom. Jó, hát itt az zárójeleket ne nézzük el. Még talán annyi is, amennyi kell. Legalábbis nem egyel kevesebb, így most már jó. Jó, hát egy nagyon egyszerű kis függvény, valahogy ezt, ha minden jól megy, akkor így kell csinálnunk.
Jó, tehát itt látjuk, hogyha az n az 1, vagy pontosabban, ha az n, amit átdobunk, az 0, akkor visszaadunk 1-et. Ugye ez a rekurzióba se fog gondot okozni, mert hogyha itt az n az 1, az mínusz 1, és akkor azt 1-jel szorozzuk, tehát az gondot nem fog. Ha meg eleve nullával hívjuk, akkor dobjunk vissza 1-et. Jó, egyébként meg számoljuk ezt a rekurziót, úgymond. Jó. Na és akkor, ugye mi történik ezután? Ezután pedig azt kéne csinálnunk, hogy úgymond idézelben a mainbe ezt nekünk ki is kéne iratni, de én ezt most egy ilyen loopba fogom megcsinálni, tehát egy ilyen ciklusba, hogy az első n darab, vagy mondjuk úgy, hogy az első 20 darab faktoriálist kírjuk, vagy első akárhány darabot. Jó? Úgyhogy akkor nézzük meg, hogy ilyen loopot hogyan kell ebbe a csodás listben írni. Ugye, hát mondjuk, hogy ez egy loop lesz, és akkor ugye forral szépen, tehát ez egy for loop lesz, és akkor megadjuk a ciklus változót, és hogy mettől meddig menjen, hát most esetünkben mondjuk menjünk 20-ig. Okés. És akkor indítsuk el, hogy írjuk le, hogy mit is csináljon ez a ciklus. Hát mit kell csinálni? Ugye hívnunk kell magát a faktoriális függvényt, de írjuk is ki egyúttal, ezt pedig ezzel a format, hát nevezzük makrónak, makróval tudjuk megtenni, vagy hát makró ez szerintem, tehát ezzel a formattal tudjuk megtenni, és ugye azt írjuk ki, hogy ugye egyrészt írunk egy számot, ez majdnem olyan, mint a százalék D ugye C-be, de első körben azt írjuk ki, hogy melyik számnak a faktoriálisát írjuk ki, majd írjuk ki magát a számot is, tehát az, hogy mi az eredménye ugye a faktoriálisnak, és dobjunk utána egy új sort is. Jó, ezt az új sorral, ez az új sor itt listben, ha emlékezetem nem csal, ez pedig az a formátum string, tehát az, hogy formázni fogjuk ezt a kis kiírást. Jó? És akkor ezután még utána dobjuk nyilván az i-t, tehát aminek kiszámoljuk konkrétan itt a faktoriálisát, tehát az ide fog behelyettesítődni, a faktoriális eredménye pedig a második részbe, tehát ide fog behelyettesítődni. Jó? Hát reméljük jól dolgoztunk, jónak tűnik, de hát mérnöki szemszög, futtassuk le, ugye óra, itt van nekünk ez a faktoriális lisp, ugye ennek adunk egy jogosultságot, mármint hogy a fájlhoz adunk egy jogosultságot, hogy mi ezt futtathassuk, na és akkor futtassuk is le, na, hát még a végén jól csináltuk. Őrület. Jó, mit látunk? Ugye egyrészt kiírjuk azt, hogy ugye az i-t magát, tehát itt az elején, ugye ezzel a kis formázással, ugye ez lesz ez az i. Okés. Tehát nyilván dobunk egy egyenlőséget, mert én egy százalék d-t, és akkor ez szépen minden egyes izére ugye hívja ezt a faktoriál rekurzív függvényt, ugye i paraméterrel, és akkor ezt itt szépen kiszámolja. Jó, tehát itt átdobjunk mondjuk, hogy 18, ugye itt a paraméterben megjelenik, hogy 18, és akkor szépen itt végig megyünk, ugye nyilván nem nulla, és akkor itt hívja folyamatosan n-1-re, és ez itt szépen szorozgatja is n-t minden egyes lépésbe. Jónak tűnik, de nyilván nézzük meg azért, hogy jó-e az eredmény, mert most itt látunk egy számot, hát azt a fene se tudja, hát most nem tudom, hogy ki az, aki így fejből tudja ezeket a faktoriálisokat. Na most, nyilván ez szerintem sima számológéppel is ki lehet még számolni, mert azért nem olyan nagy szám ez, de pillancsunk rá, van nekünk egy ilyen, hát nem nekünk, hanem van egy ilyen oldal, ez a Wolfram Alpha. Nem tudom, ezt ismeri-e valaki. Jó, tehát van itt ez a Wolfram Alpha, és ugye ez
Mindenféle ilyen számítást ki lehet végeztetni. Hát nyilván van ingyenes verziója, meg fizetős verziója. A fizetős egy kicsit több mindent, meg sokkal több mindenre lehet használni. Egy elég hasznos cucc, mert tényleg nagyon sok mindent tud a dolog. Szerintem, hát nem tudom, mindegy. A lényeg, hogy a ilyen dimat, meg esetleg ilyen kalkulus, vagy ilyesmi tárgyakból valamit ki akartok számolgatni, akkor ezzel ki tudjátok. Limitáltam persze. Jó, tehát nem kell ellopni a matlabot hozzá. Jó. Na de nézzük rá, hogy mit mond nekünk ez a program a 20 faktoriálisra. Ó, hát, hogyha így kell, nem biztos, hogy így kell, de mindjárt. Ha valami nem jó, akkor kiírja úgy is. De jó. Oké, és igen, ez a 20 faktoriális, akkor itt van nekünk egy eredmény. Vessük össze, hogy jó-e. Hát, így nagyon messziről nézve jónak néz ki. 8. Jó. Hát jónak néz ki. Jó. Na most, hogyha a 20 faktoriális jó, akkor ugye a többinek is jónak kell lenni, mert akkor nem jutottunk volna el ide. Ugye? Jó, úgyhogy ennek is jónak kell lenni. Jó, legalábbis reményeink szerint. Oké is. Szóval ez lenne ugye a faktoriális. Na most fölvillantom megint a kódot, hogy esetleg van-e kérdés. Jó, még egyszer köszi Dr. Márkboly és Szifon. De köszi, srácok. Ha csak a 20 faktoriális szeretnéd? Hát akkor tulajdonképpen igazából elég csak ennyi. Ugye? De mindjárt megnézzük. Igen, csak akkor nem i-re hívjuk, hanem konkrétan a 20-ra. Így van, bocsi, föntebb viszem, és akkor látod itt ez a második 20 faktoriális, az már ez. Dr. Markboy. Még mindig óra van. Óvatosan a megfogalmazással. Oké, és szóval... hát igen. Rekurzívan valahogy így néz neki a dolog. Mondom, ha van kérdésetek, akkor dobjátok be nyugodtan. Jó, addig én öblítek egyet. Jó, akkor világos volt. Mondom, a Lisp-nek nézzetek utána, most azon nem akarok különösebben kitérni, hogy mi hogy van, mi hogy működik. Hát mondom, ilyen makrózható, meg hát meg kell szokni ezt is. Én őszintén szóval nem nagyon szoktam Lisp-be programozni, mert nem nagyon van mit. Pár ilyen mestintes algoritmus, vagy hát talán korábbi fél években azért volt benne ez a feladat, mert hogy meg kellett nézni egy ilyen chatbotot, az Elizát. Ugye ez, hát egy régi dolog ez, de tényleg egy fontos mérföldkő volt így mestinbe. Az Eliza chatbot van, azt hiszem, ha jól emlékszem, Lisp-ben írva, és akkor amiatt kellett ezt a kis példát megnézni. Jó. Viszont, ha nincs kérdés, akkor menjünk tovább, mert megnéznénk akkor a iteratívat is. Hát én ebbe a fájlba fogom írni, mert igazából teljesen mindegy, hogy hova írom. Ugye hasonlóan fog működni, mint az előző, tehát a kiírás igazából ugyanaz lesz. Most ezt kitörlöm, ha nem haragszotok.
Ugye a kiírás maga az ugyanaz lesz, csak itt most nem a rekurzívat fogjuk hívni, hanem az iteratívat. Jó, és akkor mindjárt meg is írjuk ezt a függvényt is. Hát, ugye a copy-paste egy nagyon hasznos eszköz. Bár most inkább nem használnám, mert lehet, hogy csak bezavarna. Jó, tehát megint ugye írunk egy függvényt, ez lesz a faktoriál iteratív. Nyilván ennek is lesz egy paramétere, mert ugye ez is kell, és akkor itt ugye nyilván itt fogjuk már kiszámolni, tehát itt most nem az lesz, hogy ugye rekurzívan hívja magát a függvény, hanem itt nyilván már magát az eredményt is kiszámoljuk. Na most ehhez fölveszünk egy ilyen, hát fogalmazzunk úgy, hogy deklarálunk egy változót, de ez igazából inkább csak egy ilyen, hát bonding lesz talán, vagy egy ilyen lokális kötés. A lényeg, hogy készítünk itt egy ilyen változót. Jó, tehát van egy ilyen változónk. És akkor ugye azt fogjuk csinálni, hogy itt most egy kicsit megmakrózzuk a dolgot abba az értelembe, hogy ez igazából egy ilyen for ciklus lesz, csak ezt, tehát valamilyen értelemben ciklus lesz, csak ezt egy ilyen makróval csináljuk, és ez pedig ez a do times vektor lesz. És ugye egyrészt hívjuk íre és enszer. Jó? És akkor ez a makró fogja végül is nekünk csinálni ezt a, hát vezérli tulajdonképpen ezt a számolást, és akkor ugye ez a setf makróval pedig valamilyen értéket tudunk adni, tehát ilyen értékadást tudunk makrózni. Jó? A lényeg, hogy ide fogjuk most megírni ezt a számolást, ez pedig a ugye a f-szer az i plusz 1 lesz, ha jól számolom, így van, igen, jó, hát tulajdonképpen ez lesz az a számolás, ami szépen végig fog nekünk menni ugye f-en, tehát igazából ez annyit mond, hogy az f legyen f-szer az i plusz 1, tehát szépen az, hogy lépésről lépésre minden egyes, hát tulajdonképpen ez a rekurzív, a faktoriális számítás igazából. Jó, tehát az f-szer i plusz 1. Jó, legalábbis remélem, hogy jól csináljuk. Oké, és akkor nyilván itt visszaadjuk egyrészt f-et, de azért itt figyelni kell, hogy a zárójelek jól legyenek. Oké, és hát majd meglátjuk, lefuttatjuk, legfeljebb nem jó. Hoppá. Ugye itt visszaadjuk F-et, és akkor itt még ugye a zárójeleket, de ez már, ahogy látom, rögtön jelez is nekünk, hogy valami nem oké is. Hát persze, hogy nem oké is, mert ugye ezt is zárójellel kell kezdeni, meg ezt is. És akkor talán így már jobban néz ki. Megnézzük. Jó? Még egy ilyen apróságot ide, ilyen adminisztratív dolgot bedobnánk. Csak annyit, hogy írjon már ki nekünk annyit, hogy ez a rekurzív számítás lesz. MS pedig az iteratív. Lássuk, hogy működik-e. Elvileg most kétszer kéne kiírnia, és lehetőleg ugyanazt. Jó, hát kiírja nekünk. Oké, és így van. Itt van a rekurzív, hát ezt nem bántottuk, ez nyilván ugyanannyi. És akkor utána jön nekünk ugye az iteratív, és ugye az iteratív függvényre hívjuk. Hát ez is jónak tűnik, hát szerintem ez a két szám ugyanaz, hogy alapvetően jól dolgoztunk. Reméljük nem csak azért, mert mázlink volt és pont beletaláltunk, de jó, szerintem jónak néz ki.
Ja, jónak néz ki. Oké, és kérdés van-e esetleg? Dobjuk be, hogyha van. Jó. Na, ez a forráskód fönt lesz a tárolóba, meg tudjátok nézni. De mondom így is, itt is tudjátok a videó alapján reprodukálni, szóval mondom, pöröghet itt is a programozás, de ha elakadtok, akkor meg tudjátok nézni ott is, meg nyilván itt is. Jó, oké is. Na, akkor mi is a következő? Ugye nyilván a fejezet ezzel még nincs kész, tehát az nagyon fontos, hogy ne felejtsétek el, hogy még itt van feladat ebbe a fejezetbe. Ugye az én könyvemben ez nincs benne, mert valószínű, mi ezt nem fogjuk itt órán megnézni, de ti nyilván a előadás feladatok kapcsán mindenképp nézzétek meg, és akkor ott azokat is meg kell csinálni. Szerintem van is róla már videó, de ha nincs, akkor biztos fog róla készíteni, és akkor azt is mindenképp nézzétek meg. Jó. Na, ahogy látom, nem érkezett kérdés, úgyhogy akkor menjünk is tovább, és a múlt heti anyaggal kapcsolatban, vagy hát még egy kicsit tetézve a múlt heti dolgokat, ugye eddig csak ugye azért a címben a plusz extrák, mert akkor megnéznénk még egy ilyen plusz dolgot igazából a múlt hetihez, hogy nyilván ott a múlt heti fejezetben csak az emnisztes példákat kell a könyvbe beletenni, de úgy gondolom, hogy azért ez egy érdekes téma, és szerintem érdemes feszegetni egy kicsit így a plusz dolgokat is. Úgyhogy akkor nézzünk is rá egy kicsit valami másra. Mondom, ez fönt lesz, és akkor ki tudjátok próbálni, hogy ugye múlt héten csütörtökön volt óra, valahol ott fejeztük be, hogy rápillantottunk ugye erre a Darknet YOLO programra tulajdonképpen, amilyen object detection, meg objektum szegmentálást, meg ilyesmiket tud, és valahol ott fejeztük be, hogy megnéztük azt a kis videót, ahogy én végigmegyek ott a kampuszon kocsival, és akkor, hogy ott kiszegmentálgati az autókat, meg az embereket, meg a tűzcsapot, meg a stoptáblát, meg mit tudom én, és akkor, hogy ott szépen fölismeri nekünk. Na most, nyilván ott földobtam egy ilyet, hogy akkor ez önvezető autó, meg ilyesmi, de hát nyilván az még fényévekre van. Ettől ez csak egy ilyen része lehet, vagy hát rámondhatjuk azt, hogy az önvezető autókban is lehet egy ilyen kis rész, ami ezeket az objektumokat így detektálja, szegmentálja. Hát lehet benne egy ilyen rész. És akkor ugye nyilván ez csak egy ilyen alkalmazás, ami nem is működik túl pontosan, mert azért láttuk, hogy ott ilyen 80-90% körüli detektálással működött. Volt persze, ami kicsit magasabban, de alapvetően azért pontatlan is volt, meg hát láttuk azt is, hogy ilyen, ha jól emlékszem, ilyen 15-20 FPS-sel működött az a kis detektáló, ami hát finoman fogalmazva is kevés. Jó, tehát nyilván egy valós real-time rendszernél azért a 15-20 FPS az nagyon kevés. Viszont nyilván ez egy ilyen generic PC-n futott, tehát az én általános asztali számítógépemen, ami abszolút nincsen semmire se kihegyezve, tehát egy teljesen általános dolog. Még azt sem mondanám, hogy a 2070-es GPU olyan nagyon combos lenne, tehát nincs kihegyezve igazából erre. Jobban ki van hegyezve, mint a korábbi videókártyák, de azért nincs erre kihegyezve. És akkor ugye szóba került az, hogy nyilván az Nvidia-nak is vannak ilyen rendszerei, és akkor most megnéznénk egy ilyet. De mondom, ezt is úgy tekintsétek, hogy ez egy régi kód, majd mindjárt fel is villantom, hogy azért kellett rajta hackkelni, hogy működjön. Tehát egyrészt egy régi kód, másrészt meg ami jelenleg nekik van, az már nem is open source. Mert kicsit más már a filozófia ott náluk. De akkor erre most rápillantanánk, hogy mi is ez pontosan. És akkor behozom mindjárt nektek ezt itt
a honlapjukon, hogy van egy ilyen, hát a Nvidia blog, ugye Nvidia-nak van egy ilyen developer blogja, csak tényleg fölvillantom, hogy a lássátok a címet, és akkor ez alapján már el tudtok ti is indulni olvasgatni. Ugye látjuk, hogy azért a dátum az nem mai. Jó, tehát ez nagyon fontos. Picit belenagyítok a szövegbe, hogy aki mobilon nézi, az is lássa. Tehát azért ez látjuk, hogy ez lassan 4 éves blogpost lesz. Most ebbe a témában 4 év az rengeteg, tehát az nagyon sok. De mégis rá fogunk erre pillantani, hogy ez pontosan hogyan is működik meg hogyan is néz ki, mert egy kiindulásnak nem rossz, szerintem. Tehát egy elég jó kis alkalmazás. Van már egy újabb blogpost erről, meg van egy újabb tehát cikkek is, itt csomó link benne van, ezt olvassátok el, mert szerintem érdemes. Mi csak tényleg belefutunk ebbe, hogy hogyan is működik. Ugye nyilván az, amit mi fogunk csinálni, az tulajdonképpen a úgymond perception vagy érzékelés része a dolognak. Ugye az, hogy objektumokat detektálunk meg kiszegmentáljuk, vagy esetleg ilyen sávot kiszegmentálunk, megnézzük, hogy a vonalak hol vannak, meg ilyesmi. Ez mind-mind a perception része, tehát az érzékelés része ennek az egész dolognak. Ugye a beavatkozás az egy másik dolog, tehát amikor már a mi programunk szabályozza a gázpedált, a fékpedált, a kormányszögállást, a nem tudom, akármilyen egyéb, tehát a meghajtását az autónak, az egy teljesen más világ, az egy teljesen más dolog. Ott tudnak bonyolódni igazán ezek a rendszerek. Hát, mi most egyelőre maradjunk a perception-nél. Hogy? Menvio, hát, talán a Tesla-ja a legfejlettebb, de úgy is fogalmazhatnák, hogy ők használják a legbátrabban. Mert jó, vezessük fel a dolgot, hogy mi is ez az önvezetés. Mert itt azért sok félreértés lehet. Ugye biztos tudjátok ti is, mert azért lehet erről olvasgatni, hogy ugye ilyen öt különböző szinten vannak ezek a dolgok, tehát öt különböző szintet különböztetnek meg, hogy hogyan lehet egy ilyen önvezető rendszert definiálni tulajdonképpen. Ugye a nulla az a fapad, tehát mondjuk ami kicsit mint az én autóm körülbelül, az egy ilyen 12 éves Hyundai, amiben tényleg semmiféle ilyen vezetéssegítő elektronika nincsen, tehát abszolút semmi. Ugye az ötös meg az ötösre meg azt mondjuk, hogy amikor már nincs szükség se a kormánykerékre, se pedálokra. Tehát például, ha nézitek a Westworldöt, akkor azok az ilyen taxik, amikbe ott közlekednek, az tipikusan ilyen. Tehát abban semmilyen. Tehát amiben csak beérnek ilyen tiszta üveg az egész jármű, na az az ötös szintű önvezetés, hogy nincs se kormánykerék, se pedál, semmi. Hát a kettő között meg vannak átmenetek, amiket hát most lehet mondani, hogy ilyen részleges, meg hogy a felhasználó beavatkozása kell-e, meg ilyesmi. Hát én személy szerint ezeket egy kicsit problémásnak gondolom, de ez az én személyes véleményem, hogy rámondani egy level 2 autóra az, hogy az önvezető az egy nagyon félrevezető dolog. És akkor itt írjátok is, például Márkból is írja, hogy alszanak mellette, meg ilyesmi, de nem szabad. Tehát a Tesla kifejezetten kihangsúlyozza mindig, hogy ez nem önvezető autó. Tehát, tehát nem olyan, mint a Knight Riderben volt, vagy most ugye a Westworldben, hogy kit gyere értem, és akkor ő megjön. Tehát ez még nem olyan. Jó? Korábbi években is már Tesla előtt is lehetett látni olyan videókat, talán a Mercedesnek volt egy elég advanced rendszere, hogy a gyerek rákötözött valamilyen vizes palackot, meg ilyesmi, és akkor beüt a hátsó ülésre. Hát ilyet ne csináljunk. Jó, mert ezt, hát igen, nem szabad, nem lehet, hát nyilván lehet, de ne csináljunk ilyet. Jó, mert önvezető autó még nem létezik. Jó, ez nagyon fontos. Max laboratóriumi körülmények között, de utcán még nem létezik. Jó? És csak hogy visszatérve, hogy ilyen különböző szinteken különböztetik meg, talán a Teslára mondhatunk most level 2-t. Talán azt hiszem, hogy ott tart valahol. Igazából az, hogy tartja a sávot, meg tudja követni az előtte haladót, meg,
meg nagyjából valami ilyesmire kell gondolni, de azért ez sok autóban benne van már. Igaz a drágább autókban, de azért ezekben benne van, hát aztán, hogy működik, az már más kérdés. Mert valaminél jól működik, valaminél inkább ne erőltessük, de azért ez sok autóban benne van. Sőt, ha jól gondolom, de azért, tehát ne kövezzetek meg, ha nem így van, hogy az Unióban például ez a távolságtartó tempomat már kötelező is. Tehát az új autókban most már kötelező ezek a távolságtartó tempomat, vagy ez a ráfutásgátlás, ha jól tudom. Jó. Dr. Mark Boy. Köszönöm szépen, de tényleg nem szükséges. Köszönöm. Jó. Na, szóval, hát az, hogy magától beparkol, az egy baromi jó feature szerintem. Tehát az egy tényleg nagyon jó feature. Viszont azért az egy régi dolog. Tehát azért egy mondjuk, hát 10 évvel ezelőtt nem is, de azért már lehetett látni olyan prémium kategóriát, és tényleg prémium kategóriát, tehát nem az, hogy most már lassan a kis fityóra is rámondják, hogy prémium, hogy tényleg a prémium kategóriás autókra is volt egy-kettő, amelyik tudott magától parkolni. Hát az, hogy ezt most önvezető feature-nek vesszük-e, vagy nem, szerintem vehetjük annak nyugodtan. Jó. Szifon, D-para, ne, srácok, ne. Köszönöm szépen, tényleg őrültek vagytok. Köszönöm. Jó. Lassan összejön egy új kamerára. Jó, na, szóval, na, menjünk, térjünk vissza, mert a többiek meg lassan így elalszanak menet közben, hogy ugye ezt akarnánk most megnézni, hogy ez a önvezető, hát nem azt mondom, hogy rendszer, mert látjátok itt is, hogy self-driving car, stb. Tehát ez azért veszélyes, jó? És ezért veszélyes a Tesla is, meg a legtöbb ilyen autó, hogy ezek nem önvezető autók, hanem olyan autók, amikben vannak vezetősegítő feature-ök, jó? Tehát hogyha mit tudom én, elbambulsz, vagy tényleg befékeznek előtted a ködbe, vagy ilyesmi, akkor ez segít, jó? De nagyon fontos, hogy ezek még nem önvezető autók. Eljön majd az az idő, amikor lesznek ilyenek, de az még nagyon nem most van. Jó? Tehát nagyon nem most van. Jó? Na de nyilván a fejlesztés, kutatás az ebbe az irányba mutat, és tényleg azért a mérnöki világban ez most egy nagyon-nagyon aktuális dolog, vagy hát egy nagyon, nagyon kutatott és egy nagyon-nagyon hangsúlyos dolog, úgyhogy pillancsunk is rá. Ugye nyilván itt leírja nekünk a modellt is, meg hogy miért is érdekes ez. Ugye, ami nagy lökést adott ennek az egész deep learningnek, meg hogy tényleg jól tud működni, az ugye egyrészt ezek a konvolúciós neurális hálók, hogy ezeket elég jól elkezdték tudni használni, illetve maga az Nvidia. Hát, mondhatnám azt, hogy tudatosan vagy nem tudatosan, de ugye a GPU technológiának az elterjedésével, pontosabban azzal, hogy a GPU technológiát elkezdték erre is használni. Ugye, amikor azt mondjuk, hogy elkezdünk tanítani egy neurális hálót, ezt szerintem láttuk múlt héten is, de most is meg fogjuk nézni, hogy sokkal gyorsabb GPU-n ezeket a neurális hálókat tanítani, mint CPU-n. És nyilván ennek egy ilyen élenjárója az Nvidia. Hát nem azt mondom, hogy most már nagyobb hangsúlyt fektetnek a deep learningre, mint a gamingre, mert azért ez szerintem nem igaz, de hát közel azonos hangsúlyt fektetnek rá, hogy ezeket a deep learning rendszereket tudják támogatni. És nyilván a GPU technológia elterjedése ennek nagyon nagy lökést adott, és azért látjuk, hogy például a 20-as szériában, ugye a Turing architektúrában már dedikáltan benne vannak ezek a tenzor kóroktól kezdve nagyon sok olyan dolog, ami ezt támogatni szeretné. És nyilván ez a két dolog adott nagy lökést. Ugye konvolúciós hálókat néztünk már az MNIST-es példában, ugye a múlt hétre majd visszatekertek, akkor a mély MNIST példában már benne voltak ezek a konvolúciós hálók, és ott ezeket már megnézegettük. Jó, okés.
Ez csak egy ilyen kis kitérő volt, hogy miért tudott ez ilyen nagyon gyorsan elindulni. És akkor itt látjuk, hogy itt a leírja egy kis történetben, hogy ez tulajdonképpen DARPA rendszerének a továbbfejlesztése, stb. Stb. Na de hogyan működik? Ugye nyilván az, hogy föltanítsunk egy ilyen neurális hálót, ami mond nekünk valamit, kell tanító adatunk, meg kell tudnunk azt, hogy mit is akarunk csinálni. Nyilván ez egy elég fontos dolog. Na most, amit ez a rendszer csinál, egy nagyon egyszerű kis alrendszer, ez azt fogja nekünk csinálni, hogy a beérkező kép alapján, amit beadunk neki, javasol nekünk egy kormányszögállást. Tehát, hogy hogy a kormányt, azt milyen szögbe kellene tekernünk, hogy az úton maradjunk, vagy hogy valamerre menjünk, jó? De ezt majd mindjárt megnézzük működés közben is. És akkor ugye, hogyha ezt akarjuk, nekünk hát mit kellene így intuitíven, itt látjuk is, hogy egyrészt ugye kellenek nekünk kameraképek, meg kell hozzá nekünk egy kormányszögállás. Tehát a tanító adatbázist úgy fogjuk előállítani, hogy a kameraképekhez meghatározunk ilyen kormányszögállást. Hogy néz ki ez a gyakorlatban? Megyünk, vezetünk, ugye rögzítjük azt, hogy tehát egy kamerával rögzítjük a képet, amit látunk, meg mellé annotáljuk azt, hogy ahhoz a konkrét képhez éppen milyen kormányszögállásunk van. Hát, ezt ugye egy autóban megtehetjük, nyilván szerelünk be kamerát, ugye amit én is csináltam, ugye amit láttatok múlt héten videót, hogy simán ilyen befőttes gumival fölraktam az iPhone-t a visszapillantó tükörre, illetve a kormányszögállást pedig erről az úgynevezett CAN buszról le tudjuk tölteni, vagy hát le tudjuk kérdezni pontosabban. Jó, hát ilyen CAN busz, hát most nem azt mondom, hogy minden autóban van, de biztos, hogy a legtöbb autóban van. Itt ilyen sok infót ki tudtok nyerni az autóban, éppen aktuális, mint ilyen motorhőfoktól kezdve a nem is tudom, a gázpedálnak az állását, meg hát autótól is függ, de nagyon sok mindent ki tudtok innen nyerni. Hát az, hogy most ezt nyilván ezt erre lehet venni ilyen Bluetooth-os CAN busz olvasókat, meg ilyesmit, tehát ez erre van megoldás, hogy hogyan lehet. Jó, na most nyilván ezt az autó használati utasítását mindig olvassuk el, mielőtt ezt lekérdezzük, hogy nehogy valami bajt csináljunk. Ugye korábban jött föl ilyen problémának más téma kapcsán, hogy akkor ez most az autónak a szervízportja-e? Hát szerintem nem, legalábbis az én autómban biztos nem. Nyilván arra már nem, a szervízportra nem igazán illik rádugdosni semmilyen külső eszközt, de a CAN buszra elvileg nem szabálytalan, de ez az autónak a leírásában mindig olvassátok el. Trabantban tuti, igen. Hát Manvio szerintem a Trabantban nincs CAN busz, de nem vagyok benne biztos, hogy egy Trabanttal kéne föltanítani egy ilyen rendszert, bár fene se tudja. Jó, na szóval tulajdonképpen ennyi kell nekünk. Mindjárt meg fogjuk nézni azt is, hogy hogyan is néz ki egy ilyen adathalmaz, és akkor ezt nyilván valamilyen rendszerrel rögzítjük, hát itt most egy ilyen DrivePX-et ír, nem tudom miért ezt írja, igazából lehet ezt rögzíteni bármi mással is. Nyilván ez a Drive rendszer, ez a PX rendszer, az Nvidia-nak egy ilyen saját fedélzeti rendszere volt akkor, most már azért vannak sokkal fejlettebbek, erre is mindjárt ki fogunk térni. Na és akkor pillancsunk rá, hogy hogyan néz ki egy ilyen tanító adatbázis. Hogyha megtalálom azt a mappát, ugye itt a extractba lesz, és itt az Autopilot TensorFlow-ba. Jó, na, oké, és ezt is le tudjátok tölteni, ez fönt van az én repomba, a GitHub-on, majd mindjárt fölvillantom. Itt lesz nekünk egy ilyen driving dataset. Ezt is le lehet tölteni, ez nem az én repomba van, hanem ez a hát GitHub-on be van linkelve, az is megmutatom majd mindjárt. De mi van ebbe a driving datasetbe? Pillancsunk bele. Ugye egyrészt van benne egy ilyen TXT, erre meg mindjárt megnézzük, hogy micsoda, illetve van egy ilyen data mappa. A data mappában pedig maguk a képek vannak. Jó? Tehát ezek a képek, amiket rögzítettek így, ahogy szépen mentek körbe-körbe, vagy hát mentek valamerre. Egy ilyen képet szerintem föl tudok villantani, mert
kimásoltam nektek. Jó. Kattingatok össze-vissza. Jó, hát egy nagyon egyszerű, sima kép. Ugye, hát simán csak mennek az autóval, és akkor egy ilyen folyamatosan rögzítenek, bizonyos időközönként csinálnak egy képet, és mellé eltárolják azt, hogy amikor ez a kép készült, mi volt a kormányszög állása. Jó. És akkor hogyan tárolják a kormányszög állást? Az pedig ebbe a data TXT-be van. Jó. Hát ezt most csak így kiíratom. Látjuk, hogy ugye ez a tulajdonképpen a datasetnek az annotációja, hogyha úgy vesszük. Ugye itt látjuk, hogy itt van a kéntnek a neve, ez a 0.jpg, ugye itt van maga a kormányszög, hogy éppen akkor milyen kormányszögállás volt, illetve itt van egy ilyen kis timestamp, hogy ez mikor történt. Jó, na hát ha most összevetjük a 1.jpg-et, és az, hogy itt 0 fok volt a kormányszögállás, hát most milyen lenne? Hát nyilván egyenes út, megyünk egyenesen, ez a kormányszögállás, jó? És akkor ez minden egyes képhez szépen így rögzítve van nekünk. Hát, ha jól tudom, itt valami 65 000 kép van, de hát nagyságrendileg valami ilyesmi. Jó, és akkor ugye ez nekünk a datasetünk. Jó, tehát vannak képeink, meg vannak hozzá ilyen annotált kormányszögállásunk. Na most ugye ezt föl tudjuk tanítani egy modellnek. Na most a modellről én olyan nagyon részletesen nem akarok beszélni. Itt lesz a modell. Jó, hát látjuk, hogy ez már egy masszívabb modell, mint amit mondjuk az MNIST-nél néztünk. Tehát nem is tudom, hogy hány réteg ez. Hát itt írja, hogy van 9 ilyen, meg 5 amolyan, meg... Tehát ez egy tényleg egy deep neural network, de ugye látjuk, hogy ugye a konvolúciós hálók adják ugye a modellnek az oroszlán részét. És akkor itt írja is nekünk, hogy van 27 millió connection, meg 250 ezer paraméter. Ugye ezeket a paramétereket finomítjuk ugye a tanítás során, tehát ez azért adott esetben eltarthat egy darabig. Bár még talán ez azért annyira nem is vészes. Jó. Na, és akkor ugye megvan nekünk ez a föltanított neurális hálunk, és mit szeretnénk? Ugye azt szeretnénk, hogy ez a rendszer valamit, tehát hogy hogyan működjön tulajdonképpen. Ugye nyilván valami ilyesmire kell, hogy, tehát ugye a trénelés során, hogy mire is szeretnénk kihegyezni ezt a dolgot. Ugye valamire ilyesmire kell gondolni, hogy ugye szépen állítgatja, hogy milyen kormányszög lesz a kimenetén, és ugye addig tanítgatjuk ezt a hálózatot, amíg nagyjából azt nem kapjuk, ami az annotáció. Tehát igazából olyan különösen bonyolult dolgok nincsen. Ugye nyilván, ami itt be van vezetve ilyen kis plusznak, ez a backpropagation, vagy tulajdonképpen ugye a hiba visszaterjesztés. Erről nem most fogunk beszélni, mert ez egy kicsit talán nagyobb lélegzetvételű dolog, szerintem vagy egy következő streambe, vagy jövő héten, vagy valamikor erről is fogunk egy kicsit beszélgetni, de a lényeg, hogy itt majd a kapott hibát visszaterjesztjük ugye erre a konvolúciós hálóra, és akkor azzal is dolgozunk tovább. De ezt majd hogyha odaérünk. Jó, és akkor tulajdonképpen, hogy mit szeretnénk, hogy mit csináljon, ahogy már mondtuk is, hogy ugye van egy kameraképünk, azt a kameraképet odaadjuk ennek a mély neurális hálónak, ami ad nekünk majd egy kormányszögállást, és ezt a kormányszögállást szeretnénk majd alkalmazni ugye az autónak erre a drive-by-wire interfészére, tehát az, hogy egyszerűen az, hogy fordíts el a kormányt arra. Na most az, hogy ez hogy működik, ez már egy mérnöki vonal, ez nem feltétlenül tartozik ide, de valami ilyesmit szeretnénk. Na, és akkor most már nézzük meg tényleg a forrásokat is, mert csak kezdünk tényleg kicsit mélyebben belemenni, mint gondolnám. Tényleg a probléma az valami ilyesmit jelentene. Jó, és akkor itt megkeresem nektek, hogy hol vannak ezek. Oké, és hát csak a trénelést meg a futtatást fogjuk megnézni most, mert erre van igazából időnk.
Jó, ez egy. Megtaláljátok ezt a kódot az én repomba is, mert leklónoztam a Nvidia mérnöknek a repóját, mert át kellett írni. Rögtön látjuk, ez egy baromi régi kód. Tehát ez hát akkor írta, amikor a cikk, mit tudom én, 4 éves. Tehát már rögtön úgy kellett kezdenem, hogy jelezni kellett a TensorFlow-nak, hogy az egyes verziót használja, ne a kettest, mert azzal már nem működne. Tehát itt nagyon sok minden változott azóta. Hát ez ilyen, ezzel lépést kellene tartani. Nem egyszerű, nem egyszerű, de tehát ez már egy régi dolog. Jó, de ugye mit fogunk csinálni? Ugye azt fogjuk csinálni, hogy látjuk azért itt is, hogy megjelennek azok, amiket néztünk eddig is, hogy ugye milyen optimalizálást használunk, meg milyen modellt használunk. Hát talán, hogyha a modellt megnyitom, így van, itt van nekünk a modell is le van írva, és akkor itt pedig a modellben meg benne vannak szépen, hogy milyen hálókat használunk. Jó, ez egy kicsit még máshogy működik, mint amit eddig néztünk, mert ez egy tényleg egy régi kód, de azért látjuk, hogy itt van ilyen konvolúciós réteg, ilyen relu aktivációs függvénnyel, akkor itt vannak ilyen dropout layerek, ezeket nézegettük már múltkor is, meg ez még nem keraszos modell, hanem ez még tényleg a nyers TensorFlow, meg régi is, de azért itt a modellt látjuk, hogy így épülnek föl szépen a rétegek egymás után. Jó? Okés. Na, és akkor itt ugye megy szépen nekünk a trénelés, illetve logolunk is, mert majd meg fogjuk nézni a TensorBoardon is, hogy ez hogyan is néz ki. Most, amit itt látunk, hogy ez 30 epokig tart. Ugye múlt héten már beszélgettünk erről, ugye láttuk, hogy az epokok hogyan is néznek ki. És akkor ugye nyilván így megy szépen végig a tanítási folyamat, illetve most már majd meg is csináljuk azt is, hogy magát a neurális hálót ki is mentjük. Jó, ezt pedig majd itt látjuk, hogy a feltanított neurális hálót itt fogjuk majd pontosabban ezzel a szévvel kimenteni. És akkor majd ezt is megnézzük, meg majd a futtatásnál ezt be fogjuk tölteni. Jó? Okés. Na, most én el fogok indítani egy tanítást, de valószínű nem fog végigmenni, mert tényleg akkor mindenki itt elalszik, hanem tényleg csak így szemléltetésképpen, hogy indítsunk el egy ilyen trénelést. Remélem, ez paramétert külön nem kellett megadnom. Jó, hát elindult. Hogyha akadozik egy kicsit a stream most, akkor elnézéseteket kérem. Ez megint egy kicsit, tehát ez megint erőforrás igényes, ugye a GPU-t használja, a CPU-t használja, tehát ez tényleg megint egy masszív cucc. Ez ilyen. Jó, menjen ez egy kicsit, addig dobjatok már be kérdéseket, légy szíves, ha van, vagy ha világos, akkor azt is, de nyugodtan kérdezzetek, picit hagyom futni, mert csak hogy lássuk, hogy hogyan is működik. Jó, akkor világos, hogy úgy nagyjából mi történik. Menvio, én már napok óta Valorant streamereket nézek, de nem kapok kulcsot, és bosszús vagyok. De tényleg egyébként, hát most éppen nem megy, mert nem lenne szerencsés, de tényleg elmegyek, mit tudom én, ebédelni, még akkor is megy meg folyamatosan. Jó lenne kipróbálni egyébként, mert jó lenne. Hát ha kapok kulcsot, akkor meg hát ugye kivel? Tehát nem tudom, hogy kinek van még kulcs, aki ott van e-sporton. Hát Markboy, ez ilyen random dolog.
Hát igen, ez is érthető, hogy egyre kevesebbet osztanak ki, mert nyilván azért nekik is van kapacitás limitjük, meg hát azért a beta teszt is olyan, hogy jó, terheljük a szervereket, de azért nekik is van limitjük. Egyébként mikor van a hivatalos release? Azt nem tudom. Azt tudja valaki? Vagy van már dátum? Még nincs, nyáron valamikor. Aha. Jó, mert hát akkor valószínűleg e-sport órán nem lesz, hát ha csak nem kapok egy kulcsot, de ha addig nincs release, akkor ugye nem lesz. Mondjuk e-sport órától függetlenül is lehet. Főleg most már, hogy itt jöttek a csírek, meg a szubok, most már kell is tartalmat gyártani. Ninja Raccoon, valamennyi lesz, mert szerintem, tehát lesz rá időm. Alapvetően nyári szünet. Ha van néző, lesz. Jó, oké is. Na, térjünk vissza ide egy pillanatra, mert itt látjuk, hogy ugye lement az első epok. Jó, tehát itt szépen végigment, és akkor itt a modellünket ki is mentette. Na most mit jelent ez, hogy kimentette a modellt? Ugye ebbe a modellfájba, amit a TensorFlow gyárt nekünk, ebbe ugye egyrészt el van tárolva maga a modell is, meg el van tárolva a neurális hálónak a paramétere is, tehát a súlyok tulajdonképpen. Ugye az, hogy ez nekünk megvan, ez azt jelenti, hogy ezt innentől kezdve át tudjuk tenni egy alkalmazásba. Tehát például, amikor majd megyünk és építjük a saját kis önvezető autónkat, akkor ezt a modellt betesszük az autóba, ott megnyitjuk valamilyen OpenCV-vel, vagy akármilyen egyéb library-vel, és akkor ott már tulajdonképpen ezt a neurális hálót tudjuk arra használni, tehát ez az úgynevezett inference, tehát amikor ráadunk egy képet, azon szépen végigfut a neurális hálón, és az eredményben pedig megmondja, hogy milyen kormányszöget kell nekünk alkalmazni. Jó? Hát, nagyon dióhéjba, de ebbe a modellbe tényleg minden benne van, amire nekünk szükségünk van. Jó. Ninja Raccoon, igen, lesznek subemótok, az első subemót az az lesz, hogy jelen. Jó? Okés. Na, de tényleg csak ennyit akartam, ne várjuk ezt végig, mert ez órákig fog tartani, és tényleg most nem akarom én ezzel húzni az időt. Ugye ezt bármikor ki tudjuk Ctrl-C-zni, mert ez a fájl nekünk megmarad. Jó, tehát ez meg fog nekünk maradni. Hanem amit mindenképp nézzük meg, hát remélem, hogy kimentettem külön a logokat. Csak volt annyi eszem. De ha nem, akkor lehet, hogy ezt benéztük. De ki kellett, hogy mentsem. Logs, hát lehet, hogy nem mentettem ki. Mert én ezt végigfuttattam 30 epokra, csak meg akartam nektek mutatni a tenzorboardot. Pillancsunk már rá, hogy... Hát, de ez így pont biztos, hogy nem lesz jó. De szerintem fölül is írtam, és akkor így csak egy epok lesz nekünk. De megnézzük. Nem. Ja, megvan nekünk. Ja, megvan nekünk a múltkori is. Ó, nagyon jó, akkor nem írta fölül. Jó. Jó, szuper. Mi is, amit itt látnunk kell, hát jó látszik. Hát nem nagyon tudok ebben nagyítani. Ugye azt látjuk, hogy van nekünk itt különböző vonalunk, na most ezzel a halovánnyal ne is foglalkozzunk, meg ugye van nekünk itt ez a nagyon egyenes vonal, ezzel megint ne foglalkozzunk, mert ez szerintem a mostani futásnak lesz talán az eredménye. Inkább foglalkozzunk ezzel a vonallal. Ugye említettük, hogy van nekünk ez a loss függvényünk, ami hát
az a jó, hogyha csökken lefele. Illetve volt a másik nekünk az accuracy, ami meg szépen, hogy növekedjen. Emlékszünk az Amnisnél, hogy elértünk ilyen 90 plusz százalékos accuracy-ket, meg sőt, ilyen 97-8 százalék környéki accuracy-ket. Szerintem megnéztük a Cifár 10-es modellünkre, arra is értünk el ilyet, bár a tesztadatbázis olyan ilyen 60% körül teljesítettünk, ami hát nem valami jó. De hát azért a modell se volt feltétlenül a legjobb, meg ugye nem is futott elég ideig szerintem az a tanítás. Hanem akkor nézzünk itt rá, én ugye lefuttattam erre a 30 epokra, és ugye itt látjuk, hogy a loss függvényünk az elég jól csökkent, és elég jó értéket elért. Hát fogjuk rá, illetve látjuk azt, hogy a futásunk, amikor én futtattam erre a 30 epokra, az majdnem másfél óra volt. Jó? Tehát ez látjuk, hogy sokáig tart, és még mindig azért nem az igazi. Jó? Tehát nem az igazi. Itt ugye accuracy-t mondani nem biztos, hogy olyan egyszerű, bár lehetne, mert vannak olyan metrikák. Amint már most mondanék, hogy ugye ez nem egy osztályozás, tehát ez nagyon fontos, hogy ugye egy kormányszöget meghatározni egy képre, az nem egy osztályozás lesz, hanem az valamilyen valamiféle regresszió, de ebbe meg már tényleg nem akarok belemenni, hanem majd egy másik alkalommal. Hanem, amit jó lenne megnézni, hogy hogyan is működik ez a kis modell, és mit is csinál. Ha megtalálom. Jó. Ugye itt van nekünk ez a kis Python scriptünk. Hogyan is néz ki? Ugye egyrészt első körben megnyitjuk ugye a modellünket. Jó. Tehát itt visszaállítja nekünk a modellt. Na most ezt én át fogom írni, mert ne arra működjön, amit most futtattunk, mert akkor rettenetes lesz, hanem én nekem van egy korábbi, sőt az eredeti, amit adtak hozzá. Jó, az nekem egy másik mappában van eltárolva. Jó, ezt ők tanították föl, lehetett volna az is, amit én tanítottam föl tegnap vagy tegnap előtt, de teljesen mindegy. Jó, lesz nekünk majd egy ilyen kormánykerekünk, ami itt fog forogni, illetve egy videófájlból fogjuk ezt most megnyitni. Jó, ugye ez ilyen OpenCV-s megoldás lesz, és az OpenCV-nek ez a Video Capture metódusa, ez tud olyat is, hogy simán webkamerát nyit meg, akkor nullát kell neki átdobni paraméterbe, most ezt én hiába próbálnám ki, mert hát most nem úton vagyunk, most teljesen mindegy, hanem azt a videófájt fogom megnyitni, amint néztünk múltkor is. Jó. Gyorsan ránézek, de nincs itt ebbe a mappába, úgyhogy gyorsan kikeresem. Itt volt ez, csak le kellett törölnöm, mert elkezdtem telepíteni az Unreal Engine-t forrásból. Nem tudom, hogy miért csinálok ilyeneket, és előbb egyszer csak elfogyott a hely. 50 giga környékén volt, és elfogyott. Na de inkább a kezem járjon, mint a szám. Így van, itt van ez a múltkori videó, meg megnézzünk egy másikat is. És na, nézzük akkor, hogyan is kell ezt a kis modellt használni. Ugye viszonylag egyszerű a dolgunk, mert simán csak futtatjuk a run-nal, és átdobjuk neki paraméterbe a videófájlt. Így van. Itt parancsori argumentumként simán átdobjuk. Na, lássuk, mi történik. Jó, hát itt látjuk a videót, meg itt írja is szövegesen is a kormányszöget, meg itt van nekünk a kis kormánykerék is. Hát remélem jól látszik. Hát az rögtön látszik, hogy
Hát vannak gondok. Tehát az önvezetés az még most nem önvezetés. Ezt azért megállapíthatjuk. Könnyen lehet, hogy csak annyi a probléma, hogy tovább kellett volna tanítani. Várjunk, adjunk neki egy kis időt, jó lesz ez. Hát... Nem tudom, miért akar arra bemenni folyamatosan. Hát annyira azért nem rosszna. De ugye ez nem elég. Tehát ugye az, hogy egy önvezető autónál azt mondjuk, hogy nem rossz, az nem elég. Ugye itt azért is nehéz ez a dolog, és azért is tűnik olyan lassúnak ez a fejlődési folyamat, mert ugye szoktunk mondani, hogy ezek a rendszerek úgynevezett ilyen safety critical rendszerek. Tehát ezeknek a rendszereknek úgymond az elsődleges, hogy mondjam, szempont, ami szerint minden alá kell rendelni, az a biztonság. És ugye nyilván az, hogy egy autót egy gép irányít, az ma még azért nem egy egyszerű dolog. Pontosan azért, mert hogyha valami hiba van, akkor ott tényleg vagy komoly anyagi kár, vagy tényleg életveszély állhat fent. És nyilván ezeknél a rendszereknél a hiba margin, tehát az a hibázás lehetősége nagyon-nagyon alacsony. Nem azt mondom, hogy nulla, mert nyilván nullára nem lehet azért elvben szorítani, de nagyon alacsony. És ugye hiába mondják, hogy a Tesla, hogy milyen jól működik, tök jól működik, de olyan értelemben működik tök jól, hogy tartja a sávot, nem megy neki az előtte haladónak, meg még pár dolgot így azért tud. De az, hogy amit néha így a filmekben látni, hogy elküldik mit tudom, vásárolni, meg ilyesmi, hát én még nem merném. Tehát én nagyon nem merném. Amit így látok, vagy hát, hogy ami így látszik, hogy ilyen zárt rendszerekbe, vagy zártabb rendszerekbe, mit tudom, mondjuk egy autópálya, ott azért olyan nagyon, nagyon sok minden nem történhet. Tehát mit tudom én, a kisgyerek nem fog kiszaladni eléd, vagy a anyuka a babakocsival nem fogja összezavarni itt a felismerő rendszert. Ott ezek tök jól működnek, és én biztos vagyok benne, hogy mit tudom én, innen Debrecenből Pestig lehet, hogy tök jól elvezetne az autó. Én azt nem tartom kizártnak, de egy városi környezetben, ami elképesztően heterogén, ezek a fajta rendszerek szerintem nem fognak tudni működni, egyelőre legalábbis. Jó. Hát aztán majd, hogy később mi lesz, azt nehéz megmondani, de még nagyon sok idő, mire ezek tényleg kifórják magukat, meg jól tudnak majd működni. Jó. Oké. Na, nézzünk meg egy másik videót is, mert csak arra is jó, mindig Ctrl-C-vel lépek ki, pedig Q-val is ki lehetne. Nézzünk rá egy másik videóra is. Hát nem mintha ez olyan sokba különbözne. Ez annyi, hogy Kecskeméten készült. Talán picit más a kormányszög, vagy a kameraszög, de úgy alapvetően nagyjából ugyanaz. Talán ez annyiban másabb egy kicsit, hogy jobban előre néz a kamera, de ja. Jó. Nagyjából hasonló a dolog. És azért itt is azért ad néha olyan kormányszöget, amiben én nem mernék bízni. Kazard, hát igen, vannak, tehát nem azt mondom, hogy nem működik, vagy nem fog működni. Én csak azt mondom, hogy most még teljes mértékben mindenféle korlátozás nélkül azt mondani, hogy egy autó önvezet,
az most még egy nagyon, nagyon erős kifejezés. Ugye bizonyos körzetekben, ott van például Szingapur. Szingapurban tök jól működik az Uber is például, ha jól tudom, ott az Ubernek tényleg majd, hogy nem egy központja van. De azért Szingapur egy más világ. Tehát amikor azt mondjuk, hogy ott tényleg az utak úgy vannak fölfestve, meg majdhogy nem az egész város egy laboratórium tulajdonképpen, meg tényleg ilyen Smart City téren is, hogy Smart City nélkül ez nem fog tudni rendesen működni. Tehát igenis kell plusz úgymond ilyen administratív apparátus is ezek mögé, az autók mögé, hogy ez nem fog működni ennek nélkül, és Szingapúr ilyen értelemben tényleg élen jár, meg tényleg nagyon sok szempontból egy laboratórium. Ott is tök jól működnek. De nézd meg egy olyan környéket, mit tudom én, most nem akarok itt példákat mondani, de akár itt Debrecen is, hogy azért a felfestés se feltétlenül olyan, az útszéle se olyan, tehát nem az igazi. Arról nem is beszélve, hogy bizony vannak olyan utak azért, akár itt a Nyírségbe, Szabolcsba, de akárhol az országba, hogy ugye az út az ilyen a szürke 50 árnyalata, tehát tényleg a kátyúktól nem látszik a repedés, meg ilyesmi, tehát akkor az árokpart ilyen halmazszerűen szépen így befolyik az útra, meg ilyesmi, tehát azért nem egyszerű, nem egyszerű. Így van, Dr. Márboly, ez nagyon fontos, hogy mondtad is, hogy ugye ez egy kamera alapján mond valamit. Jó? Tehát egy kamera kép alapján mond valamit. Nyilván akár a Teslákat nézzük, de bármi más ilyen rendszert, agyon vannak szenzorozva. Na most nyilván arról lehetne vitatkozni, hogy ez most jó vagy nem jó. Ugye van olyan vélemény, aki azt mondja, hogy miért is kéne ennyi kamera, meg ennyi szenzor, ugye, hogy az ember hogy működik, hogy az emberi agykapacitásnak, meg az emberi, hát, kognitív képességeknek nagyon-nagyon kis százalékát foglalja le az autóvezetés, már autóvezetés közben. Tehát tényleg ugye az van, hogy hallgatom a rádiót, beszélgetek a mellettem ülővel, kihangosítom, telefonálok, vagy headsettel, nagyon fontos. Tehát telefonálok, nézem a tájat, és igazából simán tudok menni, tehát nem kerül olyan megerőltetésbe, mint mondjuk progot tanulni, vagy ilyesmi. Jó? Főleg, hogyha az ember már rutinosabb autóvezető, mert nyilván aki most tanul vezetni, annak persze nagyobb odafigyelést igényel, de ugye nagyon kis százalékát használjuk az agyunknak, igazából csak nézünk kifelé az ablakon, tehát nincsen agyon szenzorozva a dolog. Viszont azok a rendszerek, amiket én is most mutatok meg, amik most működnek, azok nem így működnek. Azok mérnöki rendszerek, szenzorokra támaszkodnak. Van olyan szenzorrendszer, ami az útszélét nézi, akkor ezek a lidár rendszerek, ami ilyen 3D-s térképet készít a környezetről. Akkor ugye vannak a sima kamerák, vannak ilyen infrakamerák, amik éjszaka is látják esetleg a gyalogosokat, vagy itt ilyen vadat, vagy ilyesmi, ami itt a útszélén kóvályoghat. Ugye vannak ilyen távolságmérő szenzorok, tehát ezek a radaros szenzorok, amik a előttünk haladótól mért távolságot tudják lekezelni. Tehát millió egy szenzor van. Nyilván, ami ugye az emberi működésre hajazhat, vagy ahhoz hasonlíthat, az még nagyon messze van. Ugye ahhoz szerintem kell az, hogy az agi megszülessen, tehát a general machine-t, tehát tulajdonképpen az, hogy megszülessen maga a Skynet igazából, hogy azt tudja vezérelni. És nyilván, amíg az nem születik meg, addig ez kelleni fognak szenzorok. Egy kameraképből, egy szenzorról nem lehet ezt megmondani. Jó. Téglásra pótkerék nélkül elindulni öngyilkosság. Hát lehet, igen. Nem jártam arra mostanában. Hát igen, két kézzel kell már fogni a kormányt. Hát nem csak arra, sok helyen. Na, úgyhogy
Mondom, igazából itt tényleg nagyon sok szót lehetne még az önvezető rendszerekről beszélni, meg hogy mik is ezek tulajdonképpen. Ugye látjuk azt, hogy ez a rendszer azért még nem működik jól. Sajnos legalábbis tudomásom szerint az Nvidia az újabb modelljeit már nem teszi ki open source-ba. Sajnos, hát sajnos nem, sajnos ez van. Ugye lehet tőlük rengeteg ilyen autóba építhető kütyüt vásárolni, meg tényleg egy számtalan ilyen fedélzeti kompjúterük van, amikre adnak szerintem modellt is, ha jól tudom. De ne kövezzetek meg, ha nem így van. És azok azért ennél már sokkal jobban működnek. Jó? Tehát ez tényleg egy open source modell, ami igazából valahogy működik. Amire még esetleg rápillanthatunk, az az, hogy ugye van ez a másik blogpost, ezt is be fogom linkelni majd e-learningre, és akkor ott meg tudjátok nyitni, hogy ez is kicsit jobb, ez kicsit jobban kifejti, hogy hogyan is néz ki. Tulajdonképpen ez már egy plusz eszközt használ, ami igazából azt vizualizálja nekünk a képre, hogy mi alapján hozta meg azt a döntést, így idézőjelbe. És akkor itt látjuk, hogy például itt kihighlightolja nekünk azt, hogy egyrészt így a szembe jövő autók, meg itt a vonalak alapján. Nyilván egy ilyen deep learning rendszernél azért ezeket nem egyszerű kezelni, de itt valami kis vizualizáció már van. És akkor itt is látjuk, hogy itt is a parkolóautók, meg itt hát tulajdonképpen a parkolóautók. Akkor itt az út széle. Tehát tulajdonképpen minél zöldebb itt valami, annál nagyobb súllyal esett latba a döntés meghozatalkor. Most nagyon ilyen dióhéjba megfogalmazva. Jó, de azért ez is egy régi kütyű már, meg hát tulajdonképpen ugyanez a rendszer. Jó, szóval azért mondom, hogy ez azért már régi, de gondoltam jó ezt azért így rápillantani, hogy áll ez most. Nyilván ennél vannak már sokkal fejlettebb rendszerek, hát ha a Tesla-nak a rendszere így működne, akkor az nem biztos, hogy szerencsés lenne. Jó, oké is. Na, lassan az óra vége fele járunk, úgyhogy amíg csodáljuk ezt a kormányszögállásos kis videót, addig fogalmazódjanak meg a kérdések, és tegyük is föl. Jó, akár ezzel kapcsolatban, akár a könyvvel kapcsolatban, akár egyéb adminisztratív dologgal kapcsolatban. Jó, nyugodtan lőjük a kérdéseket. Remélem itt a videó közben nem szabálytalankodtam, mert akkor most lebuktam. Stuki, kérdezhetsz a malművel kapcsolatban, de nem biztos, hogy tudok válaszolni. Mert én abban nem nagyon mélyedtem most el. De kérdezz nyugodtan, és akkor, vagy ha én nem, akkor majd valaki a chatbe biztos tud válaszolni. Master of Quiz Chat, fél év vége. Tehát azért, ugye, most úgy lesz, hogy fogunk még kicsit így a gépi tanulással is foglalkozni. Ugye én kedden jövő héten ránézek a könyvekre, de utána szépen átnézzük a maradék fejezeteket is. Tehát a korábbiakat. Ugye három fejezet volt, mielőtt átálltunk erre a Twitch-es oktatásra. A negyedik fejezetet ugye azt átbeszéltük, ugye a Mandelbrotos fejezetet, viszont az első hármat azt csak így laborokon. És jó lenne, hogyha arról is lenne videó szerintem, és akkor azok is fölkerülnének egyrészt YouTube-ra is, meg a forráskódokat is adnám hozzá. Jó? Tehát azokat is fixen át fogjuk beszélni. Hát az ütemezést majd még kitalálom, hogy lesz, de azokat is megcsináljuk. És az alapján még lehet majd azokat is javítgatni.
Jó, tehát ezek, amiket most ugye így határidőknek szabunk, azok nem azt jelenti, hogy akkor azután már nem lehet hozzányúlni a fejezethez, hanem azt jelenti, hogy addigra kezd el csinálni, foglalkoz vele, dolgoz rajta, hogy látszódjon, hogy tényleg valami történik. De ez nem azt jelenti, hogy akkor azonnantól kőbe van vésve, és már nem lehet javítani, tehát lehet még rajta finomítani. Jó? És ugyanez vonatkozik a videókra is. Ha most még nincs minden feladathoz videó, én nem fogok most egyeseket beírni. Nyilván aki egyáltalán nem foglalkozott a könyvvel, annak igen. Mert az már nagyon nagy probléma, ha még most sincs a könyvben semmi. Jó? Viszont lehet javítani még a fejezeteken. Jó? És ez vonatkozik a videókra is. Stoki, szerintem ott írja is neked, Mark Boy, Visual Studio-t töltsd le. A Visual Studio azért is jó így Windowsra, mert elvileg felrak nagyon sok fejlesztő eszközt. C++-os fejlesztő eszközöket is. De Mark Boy, erősíts meg. Windowson nem nagyon szoktam fejleszteni. Windows az tök jó, csak professzionális munkára nem alkalmas. Sifon még nincs jelenléti e-learningen. Majd most a stream után fogom megcsinálni. Hatalmas igazság. Hát mondjuk Markboy azért... Most nem tudom, mert Norbi hackelt ezzel korábban, hogy az OpenCV-vel voltak gondjai. Már nem tudom pontosan mi, talán még a BrainBee kapcsán, és ott vacakult vele elég sokat. Tehát azért mindent nem rak föl, sok mindent fölrak, de azért mindent nem. És OpenCV-vel is ment? Akkor lehet, hogy csak valami... Ugye a Windowsnál azért benne van az, hogy a csillagok együttállása is számít, tehát hogyha szerencsétlen a csillagok együttállása, vagy a bolygók együttállása, akkor egész egyszerűen nem működik. Hát, jó, akkor nálad működött, okés. Kazárt kérdezi... Hát attól függ, mi a cél. Hogyha előadás egy meg ajánlás, akkor ahhoz is kell. Ha laborjegy, akkor nem. Nyugodtan lőjük a kérdéseket. Hát, kaptam én már új videót. Discordon is küldtek, e-mailbe is küldtek. Az a kérdés, hogy ez most ki kell tenni, vagy... Aki már megcsinálta a videót, védési videót, az most már küldje el. Jó, és akkor megnézem. Azok most már legyenek úgy, ahogy. A többiekkel meg majd kitaláljuk, hogy legyen, mert mondom, én nem, tehát a szakmai részre figyeljünk oda. Jó? Tehát az, hogy értsük azokat a forráskódokat, értsük a védési programokat, erre figyeljünk oda, a többi majd kiderül. Jó. Én úgy gondolom, hogy ugye ez az egész proctoring rendszer, meg az egész TVS, meg minden arra akar, hogy a hallgatók ne tudjanak csalni igazából. Viszont én nem vagyok benne biztos, vagy hát nem igazán látom, hogy akik nálunk vannak prog ilyen hallgatók, hogyan tudnának csalni. Tehát ezt nem igazán látom. Ugye részben azért, mert védésen mindent lehet használni. Nyilván az, hogy másokkal beszélgetni lehet, nem lehet, hát a mostani rendszer ezt nem teszi lehetővé, de hát hogyan is beszélgetnétek másokkal menet közben, már így személyesen, hogyha nem is mozdulhattok ki otthonról, ugye a hatályos szabályozás szerint, ugye csak akkor lehet menni valahova, ha muszáj.
Az pedig, hogy a havernak segítek prog egy vizsgán átmenni, az nem egy olyan dolog, amit muszáj. Mármint, hogy hát mondjuk nyilván ezen is lehetne vitatkozni, de ez nem muszáj. Jó? Tehát igazából én nem látom azt, nyilván nem is, nem, tehát nincs is értelmezve az, hogy a hallgató csal, mert mindent lehet használni. Meg hát nem is csalnátok nyilván. Miért tennétek ilyet? És na mindegy, a lényeg, hogy a másik fel meg, hogy én nem szívesen nézegetnék másoknak a hálószobáját, de ebben már nem ismerek belemenni. Lépjünk is túl ezen, majd várjuk meg a tévé ezt, hogy hogyan szól pontosan, és akkor az alapján kitaláljuk, hogy legyen, meg fogjuk tudni oldani. Jó. Tehát, hogyha védesz, azzal kiváltod-e a videókat? Nem fordítva van? Tehát a videókkal lehet kiváltani a védést. Jó. DNK, kell egy erős gép, az biztos. Üdvözöllek itt egyébként. Jó. Mondom, a védések kapcsáni pontos szabályozást majd kiagyaljuk. Tényleg mi is még most nem látjuk a TVS-t, meg tanszékin is, ami elhangzott, az nem mindig világos ez pontosan. Mondom, várjuk meg a TVS-t, várjuk meg azt, hogy abban mi van, meg majd mi is még Norbival is agyalunk, meg majd úgyis Facebookon fogjuk ezt megbeszélni. Tehát ott is látni fogjátok, ott már megy a posztba az agyalás, szerintem azóta is, hogy az óra megy, vannak új gondolatok, hozzászólások. Ott ezt szépen kisakkozzuk. A lényeg az, hogy programozzatok, mert ez a lényeg, és ez az, ami a legfontosabb. Kájusz, ezt is megbeszéljük majd, mert tényleg ez most nem látszik. Szerintem a jegy megajánlás, aki ezt végigcsinálta, mondom, ez az egész proctoring arra megy, hogy a vizsga folyamán a hallgatónak bizonyítania kell azt, hogy nem csal. Vagy hogy az az ő munkája. Na most, ugye itt nyilván a tantárgyi szempontrendszer is azért ezt leírja, hogy van-e értelmezve, nincs, de mondom, kiagyaljuk ezt, most nem, tényleg nem akarok itt ez erről olyan nagyon, szerintem aki a jegymegajánlásra megy, tehát ilyen előadás, meg csinálta az RFH3-at, tehát aki megajánlott jegyet kap, az nem vizsgázik. Tehát aki meg nem vizsgázik, az nem esik a proctoring hatája alá. De mondom, várjuk ki a TVS-t meg, hogy mit agyalunk ki. Szotori, mondom, megbeszéljük, a védés az nyilván kell, tehát az kell, de mondom, ha fészen olvastátok, nálam volt most egy olyan védés, akinek mondta, hogy valamilyen nem működik neki a rögzítés, vagy valami gondja volt a gépével, megoldottuk Discordon. Megosztotta az asztalát. Nem hiszem, hogy segítettek neki közben, mert tegnap, ahogy adtam neki a feladatot, rögtön csinálta meg. Először nem volt jó, megnézte, kipróbálta, fú, valami nem sikerült, aztán utána rögtön javította, és utána jó volt. Igazából nem látok különbséget e között, meg a között, hogy laboron, tehát laboron is ugyanezt csináltuk gyakorlatilag, amikor még offline volt tavaly, meg ilyesmi. Ott is simán benne lehetett az, hogy segítenek a hallgatónak. Igyekeztünk figyelni, de hát... Na, most tökéletes rendszer, amúgy sincs. Jó. Kell videó. Admad ma itt írja, hogy kell videó. Hát a 100 TP az valamilyen előfeltétele valaminek. Tehát a 100 TP például a megajánlott jegyhez kell. Tehát ha jól emlékszem, minimum 100 TP.
Így van, Szotori, pontosan. Hogyha nem akarsz magát jegyet, meg ilyesmi, akkor a sima videó elég. Jó. Narrálni szerintem kell. De abban se vagyok biztos. Facecam nem kell akkor. Facecam tényleg akkor kell, hogyha megállt jegy is, meg ilyesmi. Jó. Na. Az órának vége. Csak még mondanám, hogy akkor csütörtökön lesz óra. Tehát ugyanúgy 10-től. Látjuk, hogy mivel fogunk foglalkozni. Megpróbálok föléleszteni egy ilyen Unreal Engine-es önvezető autós tanítós valamit. Jó, majd meglátjuk, hogy sikerül-e. Tehát ezzel még mindenképp fogunk foglalkozni. Megnézzünk két másik ilyen modellt, ami még érdekes. Fogunk még a fél év során ezzel foglalkozni. Manvio, ez mondjuk pont Kecskemét. De mindegy egyébként, mert két város ilyen szempontból majdnem ugyanaz, de ja, ez Kecskemét. Jó? Úgyhogy fogunk még ezzel a gépi tanulással foglalkozni, megpróbálok két ilyen kisebb projektet is még összeeszkábálni. Elég sok szívás van vele, meg hát teszik ránk a vezetőink az adminisztrációt, aztán néha kevés idő marad az érdemi munkára. Szóval csütörtökön folytatjuk, hétfőn nem lesz óra, nagyon fontos. Pontosabban stream nem lesz, mert óra lesz, ugye, tehát én itt leszek. Tehát én itt leszek, nyugodtan kérdezhettek, tehát elérhető leszek. Viszont jövő héten kedden, akkor, ahogy beszéltük, a könyveken fogok végigmenni szépen egyesével. Szépen végignézem, mindenkihez adok egy kis javaslatot, rákattintok a videókra, hogy megvan-e, hogy néz ki, jó. Tehát szépen megyek végig a könyveken. Amit mindenképp kérnék, hogy az alapján fogunk menni, ami a Drive-on van megosztott doksi. Meg egy valaki, vagy talán ketten küldtetek így külön is linket, mert Norbi nem adott nektek még hozzáférést a Google Docs-os fájlhoz. Hát, adminisztráció megint. Mindegy, a könyveken fogok végigmenni a Google Docs-os link alapján.